Szóval az azért van itt, mert hogyha live-ozol, akkor agyud ne tudja, vagyis épp azt, hogy tudja azt, hogy live-ozol, és ne zaklasson, szóval csak csinálsz egy ilyet, és egyből fogja tudni, hogy te live-ozol. Sziasztok srácok, én Áron vagyok, itt lennék a 2019-es Setup Tourba, na kezd! Let's do this, guys! Toljunk egy kis fény, pontosan így! Tehát, ha bejövünk, jobbra beköszönt ez a gyönyörűséges kanapé, amit amúgy én szívem szerint kiraktam volna innen, mert nem kell, de itt van. Tehát, amúgy Roli van a kamera mögött, köszönjük szépen! Oh, hello! Ez az. Szóval, jövünk tovább! Nem lesz egy túl nagy rész, tavaly óta rengeteget változott a setup, már valószínűleg most az elkövetkezendő években már többet nem fog. De valamennyit biztos. Szóval, nézzük mi van itt! Van itt egy Royal Vodka-s üveg, ami az egyik videóból van. Hello! Egy klarinét, igen, klarinét azok egy furulja, furuljázok is, mert amikor a gyerek az kicsi, akkor a szülő az úgy van vele, hogy minden szarra írassuk be, hogyha esetleg nem jön ebben neki az élet, vagy az utcán zenél. Na mindegy, szóval van itt a... Tehát haladjunk fölfelé akkor a polcon. Ez a vízipipának a bizbasza, ilyen üveglombikok, nem tudom miért, semmi értelme nincsen, benne kólás üveg, egy Hugo Boss parfüm, a pitakatokomnak a tokos tartója. Fáradj ide nyugodtan, Roland. A régi, az első okos órám, ez egy Overmax Touch, ez egy fos, fú, ennek robbant fel az aksia. Ez annak a bizbasza. Egy gyertya, amiben örökké lát. A Game Pass, a Gold és az Xbox, az a Forza, meg ezek a játékok. Aztán jövünk tovább, imádom a kólát. Jó, már mind nem iszok annyit, de az ilyen anti-kólás tucokat nagyon szeretem. Ez a GBL Toon 500-nak a doboza, azt gondolom, hogy ismeritek. Na, menjünk fel, mert ez lesz itt a bonyolult. Hátul van az Xbox, amit ott láttok, annak a doboza. Egy londonos sapi. A Fury fülesen a videókártyám doboza. Az alaplapom doboza. Az Apple Watch-om, ami mindig megnézem az időt, hogyha esetleg nem tudnám. Mert ettől jobb óra nincsen a világon, basszus. Igen, jó, akkor itt jöhetünk lefelé. A processzor hűtőm, ezt az előző videóban mondtam, az i betűnél megtaláljátok, egy Aqua parfüm, ami azért van, hogy Aqua, nem tudom amúgy, jó van az ott. Egy modellkocsi, még egy ilyen kólás, amikor voltam nekibe a kólás akcióhoz, nem tudom, kiraktam ide, mert miért ne. Nem tudom, anyám rakta ide, legyen ott felőlem egy illatgyertya. A kamerám, hát ez egy Sony HDR CX405, egy kalapszar körülbelül, azért van telefonnál minden, Rekord ZRT és matrica, az kell, meg egy üvegbaszás, nem tudom miért. Jöttünk lentről. Van itt a megafonom, amit már pár videóból ismerhettek, nem tudom, megkérdezzétek, egy gyönyörű szép egérfad a pofámmal, ami csak itt van, mert azt hittem, hogy jó lesz, de nem lett jó, na mindegy. Jövünk fölfelé, egy butha, mert az menő, egy csomó rekosztos kulcstartó, még jövünk felfelé, itt van a GoPro Hero Session, ez egy sima session, kettő Starbucks-os pohár egy rekosztosszal, és innentől jön az Apple áradat, szóval most tessék felkészülni. Szóval itt az egyik iPhone SE, ez anyának a telója, ez a mostani iPhone X-em, ez pedig anyának a, ami az én régi telefonom, szóval az anyának a másik telója, most már. Ez is egy iPhone SE. Itt az Apple Watch, Nike Plus-os Series 3-as doboz, ez még jól meg volt gyártva, nem úgy, mint a 4. Na de, most indul az Apple buzú lesz, szóval aki nem bírja, az kapcsoljon el a picsába. DJI Osmo Mobile 2, amiben most van bent a telefon, Consuela, Apple Pencil, az iPad doboz, az én MacBook-om, anyának a MacBook-jának a doboza. Aztán, egy iPhone 5, telefonnal együtt persze, mert miért ne? De csak van. Az Overmedia-nak a doboza, egy ilyen speckó kóla, az egyik vlogomban láttátok, kis kóla, olaszból van, a Ryzen 5. 3600G, ami persze tökéletes grafikus teljesítmény biztosít, bármikor is, bármelyik percben. Szóval, egy Audi bicikli, ezt csak kiraktam ide, mert úgy gondoltam, hogy tök fán lesz, aztán mégsem az. Még több ilyen kólásszar, egy tál, ami végre tetszik is, és van benne egy golyó. Igen, alul... Általánosban festettem, látszik, hogy már akkor ennek éltem, szétadtam ezt az egészet. Na, utolsó oszlopjam.
Igen, most belerúgtam a hangtálba. Itt a régi Xbox 360 ebetűs konzolom az összes játékával, ami volt hozzá. És, hogy ne feledjük el, itt van GTA cheat-es lapok, be vannak laminálva, hogy minden cheat-et frissen tudjak, de most már ezek a fejemben vannak, hál' Istennek. Szóval ezzel nem kell bajlódnom. Na szóval, jövünk lefelé. Mobil Foxos Iron Challenge tok. A YouTube-os 100 000 feliratkozós plakát, amit kinyomtattam magamnak önbizalomnövelés céljából, de nem várt be. Egy mini Coca-Cola, meg egy BB pesgő, amit az egyik live-ba, nem tudom már mire, talán az 1000-re ünnepeltünk meg. Egy képnézegető, hát végül majd beüzemelem valamikor, és egy BMW Roadster, ami a szervizből jött egyenesen. Egy kókuszdió, ami üres. És ezt úgyse tudja senki, hogy micsoda, ezért elmondom, hogy ez egy óra. Szóval, ha akartok róla videót, ott az ibetű meg lehet szavazni, bár két vagy egy órára akartok videót nézni. Oké, szóval jöjjünk hátrébb. Ez lenne egy all inclusive szekrény, általában ezt szoktátok látni tech videóknál, illetve másfajta videóknál, amik itt készülnek, itt van a hátteret. Egy kicsit zsuffi, szeretnék még egy jövőre egy polcot berendezni, mert az jó nekem. Na jó, nézzük az asztalt. Most hirtelen idehangáltam, ami volt, hogy ne legyen kupi. GoPro töltő. Itt a MacBookom, ez egy MacBook Air 2017-es modell. Szeretem, pici, könnyű, vékony, mint a valakinek a... Na mindegy, igen. Itt a dísznövényem János. Jól van, picim. Gépen tápja, mert azt sem tudtam hova rakni. Ez egy 700 wattos bronstrum, na de! Innentől már lassan oda elérkezünk, hogy jön a kábel rengeteg, szóval gyertek ide, srácok, ha ide benéztek a szekrény mögé, amit kaptam a green screen, ez még van egy fekete és egy white screen, nem? És az is van. Itt van egy fali festmény, majd le lesz cserélve, meg a klíma, hogy nyáron ne főjek meg, mert itt vagyok, hát nem mondom azt, hogy padle, a galérián, na. És akkor, itt a hangtál. Pontosan, van egy ilyen, azért nem, miért ne, eltakarja itt ezt a kábel rengeteget, ami itt van. Router, meg ilyenek találtok itt, ami most megint szarakodik. Itt ez a doboz, amiben van Xbox kábel, meg néhány kábel, és ott megtaláltam a töltőt, szóval ez tök happy. Na mindegy, szóval van még itt egy radiátor, szereppel együtt persze, amiből nem jön semmi, mert jól kilevegőztetett. Na és akkor elérkeztünk ide, fordulj meg nyugodtan rólam, és akkor itt az ablak, nézd. Hello! Úristen! Megy. Hello! Na szóval, itt a tojáslámpám, Zsolti. De kis cuki. Egy műnövény, majd lecserélem. A mediterrán vízesésem, mert ez kell a magyar népnek. Még egy dísznövény, Zoli. Elek Zoli, azért róla neveztem el, mert olyan szúrós, mint a szakálla. Ezt nem tudom, nem tapasztalatból mondom. Meg egy orhidea, meg a redőny persze, ami működik. Na mindegy, jövünk tovább. Itt, guys, van egy baszott nagy hangfal torony, amit imádok egyszerűen. Annyira tiszta és jó hangja van, hogy valami fantasztikus. Szóval itt a kameraállványom, ez egy Benro, hát egy sima kis állvány, tudjátok, hogy telefont használok főkameraként, mert százszor odabasz mindenféle kamerát, szóval ennyit erről. Itt a kanapém, amiben csak így bele szoktam esni, amikor úgy gondolom, és van itt ez a két pár, hogy feldugjam magamnak, de még nem csináltam ilyet természetesen, mert én ilyen jó ember vagyok. Na és csak hogy még ne a setup részéljünk, ezért pontosan megfordulunk ebbe az irányba. Itt váltató egy gyönyörű plakát, és ennyi. Erről nem tudom, mit kéne elmondanom. Átézi víz. Átézi kut. Itt az átézi kutam. Egy grús pohár, mert erre szükség van. És akkor ezt szoktam... Igen, akkor egy kis forrót is, hogy megsüljek. És akkor egészségetekre átézi víz. Az ember egészségért. Hú, de meleg. Na szóval, folytassuk a dolgot. Csak hogy még mindig ne a setupra menjünk a cucc, ezért itt van ennek az alja, amiben most semmi nincs. TV! Ez egy Sony Bravia, ahogy 10 éve szarna, az a lényeg. Hogy ez egy 10 éve szar, itt a klímatárgányító. Jó, magasan, hogy csak én érjem el. Itt van egy lávalámpa, amiben csillám van, és nem láva, szóval nem lávalámpa, de úgy néz ki. Egy kis bluetoothos acmés hangfal. Egy éve nem volt bekapcsolva. A pohártartó, egy távirányító, az 5.1-nek az egyik hangszórója, amiből ott van hátul kettő, és akkor jöjjön a szekrény. Ugye ez itt a green screen, amit láttok, ez itt szépen elmegy odáig.
Ezt szoktam itt. Megfogom, azt csak így leengedem nektek live-oknál. Na szóval. Nézzük a szekrényt. Hát itt nagyon nem pakoltam össze, ami látszik. Hát ez néhány fotó, amik kint vannak Instán. Szóval, ja, és az, arra vagyok büszke, hogy mindig egy telefonnal csináltam. Aztán, nem tudom miért, egy Avonos parfümdoboz, egy ventilátor, erre emlékeztetek volt pár videómban. Még egy lightning jack átalakító, egy SD kártyaolvasót láttattatok. A lényeg, leszarom tabletta bármikor, bármilyen stressz helyzetben, live-ok előtt, idegesít a szüleid, az ősöd, idegesítenek, fogod a leszarom tabletta, megkapkod, hogy párod, most egy eszel, vegyél Roland, eszel leszarom tabletta. Na szóval, itt mi van még? Egy prágás óra, majd kikerül valóba a második tablettem. Ez egy szar, csak úgy elmondom. Nem azért, mert Samsung, de azért is, de ez egy szar. Ez itt egy tok, tollak, kameratáska, Jelly Belly, meg bimbe zöld. Még fel vagyok készülve itt a live-okra. Karaoke szett, a klarinét táskája, ezek kábelek, kérlek szépen. Illetve az AU-nak 900 MiG B, a mikrofonomnak a doboza. Szóval, egyél már abból a leszarom tablettából. Szőlő cukor, bad meg! Mutasd, megette? Jó van, oké. Na szóval, haladjunk tovább. Távirányító, monitor törlő, spray, pontosan így működik, hogy nem fújjam össze, mert kell hozzá törlő. Még egy fotóm, amit telefonnal csináltam, és a láva lámpa, amiben tényleg lába van. És ez így jól néz ki. Ha, de jó nekem! Na, fiókok jönnek, szóval srácok, ez a szekrény, ez itt volt régebben, régen ez volt a hátterem, aki itt van régebb óta, az ismeri és tudja. Szóval, hogyha ezt kihúzom, hát egy csavarhúzó, távirányító, rengeteg kábel, egy egér, mert azt hittem, hogy jó lesz, még egy egér, annak elbasztam a vezeték nélküli bitbaszát, egy mercis, járd az álmaidat, cuszkombó, mini fantes üveg, meg csomó kábel, ez még rendrakásra szorul, de ez nem probléma, mert rendet fogok rakni. Következő fiók. Nos, itt tök fasz a Lego tuccok vannak, amiket amúgy ki kéne állítanom, ilyen fújó Iron Man-es, meg minden szírszar. Természetesen Dancsó Péter is a szekrényemben van, mindig itt legyen velem. Itt tárolom a csórét a szekrényembe. Hát limitált. Egy Ice Center-es izé, nyakpánt, fülesek vannak még itt, ez vezeték nélküli, meg egy szar kamera. Na Roland, gyere közelebb, mehetünk még lentebb. Következő. Egy 6 méteres HDMI kábel, hogyha az Xboxot ki akarom tenni a tévére. A parti szemüvegem, amit már ismertek, egy csomó kotta, egyiket sem használom, meg a vezeték nélküli töltőm doboza. És így körülbelül ennyi, meg vagy két adapter. A tökéletes káosz még csak most következik. Pepsis dobozok, rengeteg végéje a kábel, ez azt sem tudom micsoda, törlő, what the fuck, csillámpor, minden van itt. És akkor, következő szekrény részlet. RAM, mert az mindig van egy embernél. Egy átalakító WC papír, ez nem az, aminek látszik, ez arra való, hogyha a live-oknál összekenném magam, tehát nem a recska miatt van itt, hanem hogyha izé, vagy valami, meg, na hát jó, én nem magyarázkodok. Szóval, itt a Kinect az Xbox 360-hoz, 365-öt mondtam? 66. 360-hoz, egy avatáros, nem tudom, dosszié, IKEA-s lapok, ez mi a pöcs? Nem tudom, a jegyzetfüzet, a powerbank, kedvenc lámpám. What the fuck? És meg a billentyűzetnek a doboza. Na jó, következő szint. Kamerának a doboza, az Osmónak a tartója, itt bejött a Rekhoz ZRT-től még annó a cucli, amit köszönök, és a 360-os kormány, ami sajnos vannal nem működik, hogy szopjak le a péniszemet. Pontosan! És akkor most mindenki szerencsére bemutatom a székemet. Szóval itt lenne, ez egy kringapódó jó kis forgószék. Megfogja az ember, sokat borultam már ebbe a székbe, de nem is bánom, mert úgy tök jó meg minden. És nagyon szeretjük. És akkor jöjjön a... Hát de még mielőtt belemennénk a setupba, előtte beszélhetném mutatni nektek ezt a gyönyörű szép... Kezdjük normálisan. Szóval a setup. Hát kérlek szépen ez... Ha nem aludna el, akkor ez így néz ki. Most már, hogy van egy gépem, ami régen ott volt lent, és most már felkerült oda. Szóval, itt lenne a lő mikrofonom ebbe a gyönyörű szép kengyelébe, ez egy Audio 900 MiG B anális mikrofon. Kell vele néha egy-két ilyesmit csinálni, de amúgy jól bírja a stresszt, egy jó állványon, pontosan így. Aztán Roland, térjünk rá
A végén, a gépre. Szóval van itt néhány kapcsoló, ez ugye az asztal mögötti LED világításhoz. Le is nyomom itt most nektek a fény. Bánat, az Isten, rögtön Máriába. Hova rögtön, ott van az asztal. Szóval, nyomom nektek itt a fényt. Ugye az asztal mögött fut egy LED szalag, ami egészen a lábaikon lemegy. Pont azért, hogy ez nektek jó legyen. Mert nos, ha ránéztek, akkor itt van egy kábelvezető, amiben az összes kábelem megy, de ez amúgy sokkal több van, csak még ez alatt is van egy csomó kábel. Itt az 5.1-nek a vezérlője. Elemtöltő, igen, ám konzoljátékos vagyok, szóval nem szarakodunk itt, hogy mindig vegyünk elemet minden hónapban, ott az elemtöltő is a tucli. A legjobb az, hogy arról az egy konnektorról működik az egész rendszer, szóval nem tudom, hogy ez mennyire biztonságos, de kellemes lesz. Na és akkor. Jöjjön az, ami még nem volt. Tehát, ha jön tovább, ez itt Rolynak a fülese, az én Xbox kontrollerem, Roli Xbox kontrollerem. A Logitech C920-as kamera, ami szerintem náig a legjobb streamer kamera, amit bárki választhat árérték arányban, szóval szerintem brutális. Észeres a 240Y bides 2 darab monitor, mert akkor már legyen egyforma, ez egy egész jó árkategóriájú monitor, ahhoz képest, amit tud. Na, maga a gép, most láttátok róla a videót, de semmi pánik, megmutatom nektek, közben rájöttem, hogyan kell váltogatni itt az LED-ben a színeket, és azóta váltogatja. 2 darab 11.8, összesen 16 giga RAM, HyperX memória, a 1050 Ti, illetve az Avermedia, ami most már szintén működik. Hátra átrogtuk az izét, és megfordítottuk benne a proci hűtőt, mert feje lefelé volt, és most már így gyönyörűen működik RGB-be, meg minden faszomba. Aztán ott a sóklistájom, hogyha sóhiányom van, azt szoktam nyalogatni. Illetve van még a gépben ez az USB Wi-Fi stick, ami azt szolgálja, hogy mobilnetről live-ozok, mert falun szar a net. Szóval, ja, az értető szerintem. A billentyűzetem, ez egy Genius rák szar utálom, de amúgy jó. Az egerem az... Pontosan, ezt tudja, illetve... Lő Xbox van X, hál' Istennek ezt is sikerült beszereznem, így most már a GTA Online a Szűzmáriáktól kezdve minden lesz, mert a Goldot is beaktiváltam. A telefon töltő. Rolli telefonja, amin egy mobilfoxos fotót van, ami fullság, és tök jól bírja a csapódásokat. Egy telótöltő, egy microSD kártya, meg a pénztárca. Wow! Illetve egy disznövény, és itt van még az Asus laptopom, amin általában lúcot szoktam nézni. Na meg a persze az 5.1-nek a többi része. A földön van az a lábmelegítő, hogy elsibadna a lábam, a mélynyomó, egy füzet, és ott a kukám. Benne van a paróka, illetve a MacBook töltő, mert ez jó nekünk, egy laptop hűtő van még a sarokban. Illetve ott a egy régi kamera állvány, ami sajnos törött, és ott látjátok is a lábát, hogy le van jönve. Hát őszinte leszek, körülbelül ennyi lenne így a lő nagy setupom. Erre az évre, meg szerintem jövőre is, meg utána is. Na mindegy, viszont azt elmondom, hogy azt gondoltam ki, hogy minden év december 31-én felveszek egy setup tool-t, ha változik a dolog, ha nem, csak azért, hogy lássátok, hogy mennyit fejlődünk egy év alatt, mint tech szinten, mint videózási szinten, mint én magam. Szóval remélem, hogy egy év alatt azért elég sok mindent tudtam fejlődni. A továbbiakban veletek leszek, vagy nem, de az lényegtelen, megoldjuk. Érkeznek a streamek hamarosan. Köszönöm szépen, itt voltatok, boldog új évet mindenkinek! Tehát az átézik utammal kívánok, illetve Rolanddal mindenkinek nagyon sok boldog új évet! Jövőre december 31-én találkozunk, srácok, itt az Iron Channel-en. Mi? Az egyéb... Az egyéb kihagyásban. Szóval... Az... Semmi basz. De mit mondjam? Január 16-ától újra live-ozhatok, srácok, szóval most lesz egy kis kihagyás a csatin, de akkor találkozunk és megküldjük neki, szóval rottuk 2000 szub. Leütöttem. Pisztácia, jók legyetek, szevasztok! Will you find me? Hope you find me. My name is Jeff.